Szeretettel köszöntök mindenkit ima heti alkalmunkon Pál apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ezen az ima héten az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. és 28. fejezeteiről hallunk, Pál apostolnak az útjai közül a római útjáról, ahol hajótörés szenvedett Málta szigeténél. Málta szigetének a lakossága állította össze ennek az imahétnek az anyagát, az énekeket, az imádságokat innen fogjuk majd hallani. Most foglaljunk helyet, és a 463. dicséretet énekeljük el, mind a négy verszakával kezdésképpen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten.
Amen. Imádkozni fogunk most a máltai keresztjének által írt imádsággal, responzórikus imádsággal felelgetni fogunk, az előimádkozott részre mindig együtt feleljük a kivetítőn is látható két szót, jöjj, Szentlélek, hajtsunk fejet, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Szeretett lelke, szállj le erre a gyülekezetre, és lakozzál közöttünk. Jöjj, Szentlélek! Egység lelke, mutass utat a keresztjén egység felé. Jöjj, Szentlélek! Együttérzés lelke, tölts el tisztelettel azok iránt, akikkel találkozunk. Jöjj, Szentlélek! Vendégszeretett lelke, taníts a befogadásra. Jöjj, Szentlélek! Reménység lelke, segíts, hogy minden akadályt magunk mögött hagyhassunk az ökumené útján. Jöjj, Szentlélek! Tégy egyé, Urunk, egyesíts bennünket a másik emberért való cselekvésben és az evangélium hirdetésében, Jézus Krisztus nevében kérünk szent lelked által. Amen. Most tegyünk vallást a mi hitünkről, fennhangon elmondva minden keresztjén közös hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És most nagy szeretettel felkérem szolgálatra, az ige olvasására és az ige hirdetésére Kis Forró Éva református lelkésznőt, az idősek otthona lelkészét. Fogadjuk szeretettel az ő szolgálatát, hallgassuk még fennállva az igét. Istennek igéjét olvasom, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 27. részéből, a 33. verstől a 36. versig. Addig pedig, amíg virradt, Pál mindannyiukat arra bíztatta, hogy egyenek. Így szólt: ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, mindnyájuk szeme láttára megtörte, és enni kezdett. Erre mindnyájan nekibátorodtak, és ők is enni kezdtek. Amen. Néhány évvel ezelőtt jelent meg egy dal, amivel kezdeni szeretném az ige hirdetést. Az ember Isten legszebb terve, test, lélek, meg elme. Csak legyen szeretve, más nem is kíván, és hallottad már százszor, teremt, ahogy gondol, minden ember varázsol, nem mindegy mifélét. Azt mondod, bántott az élet, én azt mondom, örülj, hogy éled. Minden fájdalom öröm azért van, hogy magadból többet megérthess. Azt, hogy a szeretet nem egy érzés, hogy nem ér véget, az nem is kérdés. De ha csak a hibákat nézed, küszködés lesz, és nem élet. Azt mondod, bántott az élet, pedig csak kapsz, ahogy kérted. Minden mosoly és könny azért van, hogy magadból többet megérthess. Ezért zöldek a füvek, a fák, ezért vannak nappalok, éjszakák, ezért van fény, a nap, ha kell,
de aki nyavajog, az árnyékban téved el. Használd mindenre, hogy legyen jobb, ahol élsz, a négy varázsigét. Ezek a sajnálom, bocsáss meg, köszönöm és a szeretlek. Igen, a sajnálom, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Egy dalszöveg. 2000 óta. Az én gyerekeim mindig megkérdezik, amikor egy dalról beszélünk, hogy 2000 előtti vagy azóta íródott, mert ami akkor íródott, az már régi. Ez már azóta íródott. És nagyon értékes dolgot közöl velünk ez a dalszöveg is, mégpedig arra hívja fel a figyelmünket, hogy ennek a négy szónak varázs ereje van életünk folyamán. Olyannyira elfelejtjük őket használni, és azon vesszük magunkat észre, hogy valami nem jól van. Nem jók a társas kapcsolataink, nem jók a barátságok, nem kedvesek az emberek velünk, valamit talán rosszul csinálunk. Próbáljuk meg használni ezeket a szavakat. Nem egy büfénél láttam már kiírva, hogy egy szendvicset 200 forint, kérek egy szendvicset 100 forint. Nem mindegy. És igen, nagyon sokszor rászólok a saját gyerekeinkre, de rászóltam azokra is, akiket tanítottam, hogy amikor megkapod azt az ételt, vagy azt a fagyit, amit kértél, köszönd meg. Nem kerül semmibe, de aki odaadja neked, annak jól esik. És erről szól a mai igénk is, hogy tanuljunk meg megköszönni, hálát adni az Istennek. Azt gondolnánk, hogy ez természetünkből fakad, bár így lenne. És valószínűleg azért van ez, mert sokszor a hálaadás azt gondoljuk, hogy csak nagy dolgokért jár. Nagy dolgokért lehetünk csak hálásak. Azt gondolhatjuk, hogy nem is olyan sok dolog történik velünk, amiért nekem köszönömöt kellene mondani. Ugyan vajon miért adjak én hálát? Miért adjak hálát 10 évesen? Miért adjak hálát közel a nyugdíjhoz? Miért adjak hálát nyugdíj után? Mi okom van nekem arra a hétköznapokban, hogy megálljak és hálát adjak Istennek? Hogy azt mondjam, köszönöm, Uram. A mai ige szakaszban ismét Pál apostolékról hallunk, ahogy utaznak. Ez az utazás nem sikerült valami túl jól. A tenger tajtékzik. 14 napja hánykódnak már a tengeren, és ennyi ideje már nem is ettek. 14 napja, úgyhogy nincs tévé, nincs telefon, nincs tablet, de még könyv se, amivel elütnék az időt. Ott vannak a hajón, és várják azt, hogy egyszer csak hátha kiderül a napsugár. Mi ma úgy örültünk neki, hogy végre süt a nap mezőtúron is. Hát ők hogy örültek volna neki, ha végre vége van a viharnak? 14 nap ború, 14 nap félelem, reménytelenség, csüggedés. És az egyetlen közöttük, a 276 emberből, Pál, akinek van reménysége. Aki álmot látott, és akinek azt mondta Isten angyala, hogy nyugodj meg, meg fogtok menekülni. Mindegy szálig ki fogtok érni a partra. Pál az egyetlen, aki ezzel tisztában van, aki ezt tudja. Elmondja ugyan a többieknek, de hiszik is meg, nem is. Pont úgy, ahogyan mi szoktunk lenni Isten ígéreteivel. Persze, mondják, hogy bízzunk benne, mondják, hogy adjuk kezébe az életünket, mondják, hogy bízzuk oda, de hát könnyű azt mondani. Hisszük is, meg nem is. Így voltak azok is, akik ott vannak a hajón. Hiszik is, meg nem is. De Pál nem hagyja magát. Nem hagyja magát, ő annyira bízik abban, hogy Isten megtartja, amit mondott, hogy arra biztatja az ott lévőket, hogy 14 napja már nem ettetek semmit, egyetek, mert ez is kell a szabaduláshoz. Szükségetek lesz az erőtökre.
Mert az Úristen nagyon jól tudja, hogy nem csak a lelkünknek van szüksége táplálékra, hanem a testünkre is. Veszi a kenyeret, és hálát ad. Ott, a tajtékzó tengeren, a sötétségben, a reménytelenségben, a kétségbeesésben hálát ad. Vajon miért? Vajon mi oka van ott Pálnak hálát adni? Talán, ha mi ülnénk ott azon a hajón, akkor inkább mérgesek lennénk, mint hálásak. Milyen dolog ez? Én hirdetem Istennek igéjét. Járok városról, városra, faluról, falura. Csak mondom, hogy Krisztus meghalt értetek, feltámadt értetek, gyülekezeteket alapítok, amerre csak járok. Tanítványokat, kiképzem őket, odaállítom őket a gyülekezetek élére. És akkor nem elég, hogy letartóztatnak, nem elég, hogy fogoly vagyok, visznek itt Rómába a császár elé, hogy ő vallasson ki, vagy megölet, vagy nem, de minden esetre börtönbe kerülök, még ez is, még ez a vihar is. Hát ezt érdemlem én? Bizony, mi sokszor így gondolkodunk. Mi, amikor nehéz helyzetbe kerülünk, akkor soroljuk az érdemeinket, hogy hát de én jó ember vagyok. Én nem csináltam semmi rosszat. Én mindig kedves voltam mindenkivel. Én próbáltam. És akkor én ezt érdemlem. Ez jár nekem. De Pál apostol nem dühösködik, nem mérgelődik, hanem hálát ad. Hálát ad azért, mert az Isten akkor is ott van vele. Mert kapott egy ígéretet, és biztos benne, hogy Isten ezt az ígéretét be fogja teljesíteni. És ha senki más azon a hajón nem hiszi, ő akkor is tudja, hogy ők partot fognak érni. Ki fognak jutni a szárazföldre, és túlélik mindezt. És hogy mi miért adhatunk hálát? Nagyon sok mindenért. Sokkal több mindenért, mint amit el tudnátok gondolni. Annyi minden van az életetekben, amiért hálát adhattok, már csak ha összehasonlítom az én gyerekkoromat a tiétekkel, regényeket tudnék írni. Mennyivel jobb dolgotok van, mint nekünk volt annak idején. De ha megnézzük, hogy akár gyerekként, akár felnőttként mi mindenért adhatunk hálát, akkor például azért, mert van ennivalónk a hűtőben. Milyen jó dolog az, hogy hazamegyünk, kinyitjuk a hűtőt, és nemhogy van benne, még válogathatok is, hogy ilyet, olyat vagy amolyat szeretnék. Vannak ruháink, divatosak, szépek, csinosak, olyanokat, amilyeneket én akarok megvenni, olyat, nem olyanokat, amelyeket elküldenek segélyszervezetekkel, amiket más már megunt, lelökött, és azt vegyem magamra. Találtam egy ilyen írást az interneten. Ha van ennivaló a hűtődben, ruhád a szekrényben, tető a fejed fölött, van ágyad, akkor gazdagabb vagy, mint a világ 75%-a. Ha van pénzed a bankban, a pénztárcádban, és még van egy kis megtakarításod is a malacpersejedben, akkor te a világ leggazdagabb 8%-ához tartozol. Ha ma reggel egészségesen ébredtél, akkor szerencsésebb vagy annál az 1 millió embernél, akik ezt a hetet sem élték túl. Ha soha nem tapasztaltad meg a háború veszélyeit, a bebörtönzés gyötrelmeit, az éhezés kínzó fájdalmát, akkor szerencsésebb vagy, mint az 500 millió ember, aki szenved. És ha van, folyton mosogatni való, az azt jelenti, hogy volt mit ennetek. Így keletkeztek a piszkos tányérok. Ha van folyton takarítani való, az azt jelenti, hogy van lakásod, van egy szobád, amelyet neked kell rendbe tartani. Ha van folyton mosni való a szennyes kosárban, az azt jelenti, hogy sok ruhátok van. Ha folyton fizetni kell a számlákat, a csekkeket, az szintén azt jelenti, hogy van otthonunk, ahol meleg van, folyik a víz, és ég a villany. És ha folyton korán kell kelni,
akkor az azt jelenti, hogy épp és egészséges vagy, és mehetsz iskolába, és mehetsz dolgozni. Ezeket mi mindet természetesnek vesszük. Azt gondoljuk, hogy ez nekünk jár. Ez mind-mind arra kell késztesse a mi szívünket, hogy hálát adjunk Istennek. Hálát adjunk mind azért, ami van nekünk, amivel körülvesz bennünket, mert ebből érezzük igazán az ő szeretetét. És még egy fontos dolog van, talán ismerős volt az ige, ahogyan felolvastam, amikor azt mondja, hogy e szavak után vette a kenyeret, hálát adott, majd mindnyájuk szeme láttára megtörte. Mint amikor az úrvacsorában Jézus Krisztusról beszél. A kenyér, mint Krisztus megtöretett teste. És ha semmi más okod nincs a hála adásra, az Isten kegyelme, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, hogy megtörjék testét, kiontsák vérét, a te bűneidért, az én bűneimért, mert épp elég ok. Már az éppen elég ok arra, hogy hálás legyen a szíved, hogy van valaki, aki annyira szeret, hogy fiát adta érted. Van okunk hálásnak lenni, és higgyük el, hogy a hála egy követendő példa. Azt olvasjuk itt az igében, hogy a többiek követték Pál példáját. Ha mi is így éljük meg a hitünket, mint ahogyan megélte azt Pál, akkor a mi életünk is ilyen követendő példává válhat. Ő beteljesítette Krisztusnak azt a parancsát, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák cselekedeteiteket és dicsérjék érte atyátokat. Ott azon a hajón ő világító fákja volt a többiek előtt. Ő bebizonyította, hogy igen, ő hisz abban, hogy kész a szabadulás útja. És a többiek mentek utána. Az ő hite ragadós volt, mert látványos volt, és egy ilyen apró mozzanatban, mint a hála mutatkozott meg. Legyünk hát hálás szívűek. Keressük az alkalmakat, a lehetőségeket, keressük meg az okot újra és újra, hogy hálásak legyünk még akkor is, ha éppen tajtékzik a tenger. Amen. Én most az ige hirdetésért vagyok hálás, köszönöm szépen, köszönjük Kisforró Éva lelkésznőnek az igei szolgálatot. Kedves testvérek, a Jézus Krisztusban azért gyűltünk össze, hogy imádkozzunk az egységért a keresztények között és a megbékélésért a világban. Hiszünk az imádság erejében. Az egész világon élő keresztényekkel együtt ajánljuk fel imádságunkat, amikor arra törekszünk, hogy legyőzzük a megosztottságot. Szeretett testvéreim, ezért valljuk meg az Úr előtt, hogy vétkeztünk, és kérjük bocsánatát, hogy imádságunk kedves legyen Isten előtt. Fennállva imádkozzunk. A hallgass meg, Urunk, kérésre a gyülekezet együtt fennhangon kérje, kérünk téged, hallgass meg minket. Bocsáss meg, Urunk, hogy inkább a sötétségben maradtunk, és nem kerestük a világosság ösvényét. Pedig Te, Urunk, vagy az egyetlen igaz világosság. Hallgass meg, Urunk. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Bocsáss meg, Urunk, hogy hiányzott a hitünk, és nem tudtunk a reményteljes várakozás és a hiteles szeretet népe lenni. Hallgass meg, Urunk. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Bocsáss meg, Urunk, a másoknak okozott fájdalmat, nehézséget, szenvedést. Hallgass meg, Urunk. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Bocsáss meg, Urunk, hogy elzárkóztunk és közömbösek maradtunk, ahelyett, hogy nyitottságot tanúsítottunk volna mindenki iránt. Hallgass meg, Urunk. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Irgalmas és kegyelmes vagy Te, Urunk, türelmed hosszú, szereteted nagy. Amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szereteted az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire vesd el védkeinket.
hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható Istenünk, irgalmazz nekünk, bocsáss meg bűneinket, és vezess az örök életre. Jézus Krisztus nevében kérünk, szent lelked által. Amen. Krisztus, a mi békességünk, megbékéltetett minket az Istennel, az egy testben, a kereszten. Az ő nevében jöttünk össze, és részesülünk békességében. Ezért forduljunk a mellettünk állóhoz, nyújtsuk felé jobb kezünket, és mondjuk, béke veled. Együtt imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, kedves testvéreim, hogy ökumenikus imaheti programjaink tovább folytatódnak. A holnapi napon az evangélikus templomban találkozhatunk délután 17 órakor, ahol Éger Ádám református lelkipásztor fogja hirdetni Isten igéjét. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket arra az alkalomra is. Szeretném kérni, hogy a megkapott énekes papírokat, akik kaptak ilyet, majd a kijáratnál legyenek kedvesek elhelyezni, hogy a hét hátra levő részében is tudjuk majd használni őket. Még mielőtt letennénk, azonban énekeljük záróénekünket, a 395. dicséretet mind a három versével. A 395. dicséret első verse így kezdődik, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Fennállva fogadjuk az áldást. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Erős vár a mi Istenünk. Áldás békességet.